Nyáron szeptember 27-én tartották a képviselőtestületi ülést. A számos fontos téma között egyeztettek a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról, a helyi lőtér nyitvatartási rendjéről, a fák ültetésének folytatásáról, a Bartók Béla általános iskola és a víztorony melletti parkok tervezéséről, valamint döntöttek a Burza Hungarika önkormányzati ösztöndíj pályázat 2019-es évi fordulójához való csatlakozásról is. A részleteket Erős József, a polgármestertől tudtuk meg. Javaslat hangzott el a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról, tovább a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményéről szóló önkormányzati rendelet módosítása is napirendre került. Miért volt erre szükség? Gyakorlatilag ez a rendelet módosítása a lőtér üzemeltetése miatt volt szükséges, mert itt a lőtér, ami elhelyezkedik a város határában, az nagyban zavarja a városlakók életét, hiszen teljesen szabályzatlan nyitvatartási időben folyamatosan lövészetet folytatnak, és úgy döntöttünk, hogy ezt egy rendelet alkotással, illetve módosítással tudjuk csökkenteni a terheket, illetve megakadályozni, ezért úgy döntött a képviselőtestület, hogy gyár területén működő lőtér hétköznap 8-tól 17 óráig lehet nyitva, hétvégén pedig kizárólag szombaton 8-tól 14 óráig lehet lövészetet folytatni a város területén. Ugyancsak téma volt a Bursa Hungarika Felsőoktatás Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozás. Gyárváros önkormányzata hosszú évek óta részt vesz a Bursa Hungarika pályázaton, ez az idei évben sem lesz másképp. A képviselőtestület arról döntött, hogy az állami 5000 forinthoz plusz 5000 forint támogatást fog hozzátenni, ez erről szól ez a döntés. Gyárváros önkormányzat eddig is nagyon fontos figyelmet szentelt a környezetvédelemre, és folytatódik a fák ültetése. Ez egyfajta program volt már korábban is. Erről van szó? Tehát ennek a folytatásáról? Igen, a tavalyi évben kezdtük el a fajültetési programunkat. A tavalyi ősz folyamán 200 darab hársfát ültettünk a város területén. Ennek az a módja, hogy az itt élő polgárok tudnak jelentkezni az önkormányzatnál fajültetésre. A KFT munkatársai végzik a fajültetését, ők kimennek a helyszínre, megnézik, hogy azon a területen el lehet-e ültetni a fát, a fajültetését elvégzik, és utána már csak annyi az ott lakó dolga, hogy minden nap egy vödörvizet tavasztól ráöntsön a fára, és természetesen a fa levelet majd összetakarítsa, és ezt a programot az idei évben is folytatni fogjuk, erről döntöttünk most. A Gyáli Bartók Béla általános iskola és víztorony melletti parkok tervezése is napirendre került. Így van, ezen a két területen a város a jövőben egy nagyarányú parkfejlesztést szeretne végrehajtani, és felkértünk három céget arra, hogy készítsen látványterveket, amelyik látványterv tetszeni fog a képviselőtestületnek, azt fogjuk majd megterveztetni, és a következő évek folyamán majd megépíteni. És az utolsó témák során kiderül, hogy miért állunk itt a Széchenyi és a Vecsési út sarkán. Ennek pedig az az oka, hogy ebben a csomópontban a gyalogos átkelő helyeket áttervezik, máshova kerülnek. Miért volt erre szükség? Azért volt erre szükség, mert itt, ahol állunk, ez Gyálvárosában a statisztikák szerint a város egész területén történt baleseteket tekintve 40%-kal áll a dobogó előkelő fokán, és úgy döntött a képviselőtestület, hogy ezt az állapotot meg szeretné szüntetni. Ezért úgy döntöttünk, hogy egy új csomópontot fogunk itt létrehozni. Ez úgy fog kinézni, hogy a mögöttem lévő zebra az be fog kerülni ide a kereszteződés közelébe. Itt a hátam mögött is lesz egy gyalogátkelőhely, valamint a Széchenyi utcából a stopptábla vonalában is fogunk kialakítani egy gyalogátkelőhelyet, és így biztosítva lesz a buszmegállók biztonságos megközelítése mindenki számára. A polgármester, mikor várható valami tényleges cselekedetet? Mikorra tervezik meg a gyalogátkelőhelyet? Kellőhet, és mikor vehetik észre a gyáli lakosok, hogy megváltozott a csomópontban a közlekedés? Képviselőtestület döntése után 30 nap a határidő a tervezés elvégeztetésére, utána ezt be kell adni a kormányhivatalhoz az engedélyeztetési folyamatoknak az elbírálására. Én nem merek pontos időpontot mondani, de remélem, hogy a legkésőbb a jövő év elején megvalósul ez az egész csomópont itt. Számomra ez különösen fontos, hiszen ez az én választó körzetem, mindenkinek jogos igénye az itt élőknél, hogy itt egy biztonságos csomópont alakuljon ki.
A gyáli képviselőtestület tárgyalt még többek között a város költségvetésének első félévi alakulásáról, a gyáli életprogram keretében nyújtandó támogatásokról, gyálváros településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról, a helyi esélyegyenlőségi program hatályban tartásáról is.